Sziasztok, Bence Balázs vagyok, és a mostani videóban a passzív jövedelmek császáráról fog beszélni. Ha te is el szeretnél jutni, ameddig én, hogy a saját nappalidban nyaralsz, egy pálmabokor mellett, miközben finom koktélokat szürcsölsz, ami kálcium pezsgő tabletta, akkor tartsál velem! Komolyra fordítva a szót, a mostani videóban az osztalékfizető részvényekről fogok beszélni. Amennyiben tudni szeretnéd, hogy hogyan érezheted majdnem úgy, hogy munkanélkül keresel pénzt, akkor tényleg tartsál velem. Az amerikai tőzsdén nagyságrendileg 14 ezer részvény van. Ebből körülbelül 3 ezer fizet osztalékot. Az osztalék az nem más, mint a cég profit egy részének visszaadása a tulajdonosoknak. Azt, hogy az osztalék sok vagy kevés, azt az árfolyamhoz képest mérjük. Amennyiben egy 100 dolláros cég 3 dollár osztalékot fizet, akkor az 3%-os osztalékozamnak számít, még hogyha 4 dollár osztalékot fizet, akkor az már 4 dolláros osztalékozam. Amennyiben tied a részvény, akkor az osztalékot automatikusan megkapod. Az európai cégek általában évente, még az amerikaiak negyed évente fizetnek osztalékot. Az osztalékhozam, amiről az előbb beszéltem, az természetesen az egész éves osztalékmennyiségre vonatkozik. Az osztalék kapcsán értened kell, hogy mi egy tőzsdei cég menedzsmentjének a feladata. Az, hogy te, mint részvényes, lehetőleg minél boldogabb legyél, vagyis a részvényesi értéket folyamatosan növelniük kell. Hogyan tudják ezt megcsinálni? Hát többféleképpen. Az első, talán legkézenfekvőbb, hogy folyamatosan fejlesztenek, beruháznak, kutatnak, más vállalatokat vásárolnak fel, annak érdekében, hogy a tőkéjükre, illetve az eszközeikre vetítve a lehető legmagasabb hozamot érjék el. Amikor egy cég az életútjának ebbe a szakaszában van, akkor szuper gyorsan növekszik, és ha minden jó halad, akkor hamarosan az egész világ a lábai előtt hever, ide sorolható a Facebook, az Amazon, az Alibaba, illetve a magyar tőzsdén ide kíván bekerülni a feltörekvő 4IG. Nagyon sok esetben, különösebben az érett vállalatok esetében már nem látnak a cégvezetők ilyen grandiózus növekedési lehetőségeket maguk előtt, azonban folyamatosan csörög a pénz a kasszába. Mit csináljanak ezzel a pénzzel? Hát az egyik megoldás, hogy kifizetik neked, mint tulajdonosnak osztalék formájába. Ez ugye megjelenik az értékpapír számládon, és azt csinálsz a pénzzel, ami jól esik, akár el is csörözheted. A másik lehetőség, hogy a cég elkezdi saját részvényeit vásárolni a tőzsdén. Ilyenkor ezek a részvények megszűnnek, hiszen egy vállalat nem lehet saját magának a tulajdonosa. Mivel ezek a részvények megszűntek, a cég meglévő profitja, eredménye az kevesebb részvény között fog eloszlani, és hogyha nem történik a cég esetében semmi változás, akkor is nő az egy részvényen jutó profit, amit ugye mindenki néz, és ennek hatására vélhetően emelkedik az árfolyam. Ezen az érdekes ábrán láthatót, hogy a cégek menedzsmentjei 2018-ban már kétszer annyit költöttek saját részvényvásárlásra, mint osztalék kifizetésre. Sőt, a 2018-as volt az első év, amikor a saját részvényvásárlásokra fordított pénz az túlhaladt mindenféle kutatásra, fejlesztésre, akvizícióra szánt tőkét. Ennek a folyamatnak az okaiban most nem megyek bele részletesen, erről csináltam már egy videót, amit ott találsz, illetve a videó alatti leírásba is beteszem. Van különben adózási oka is, hiszen az osztalék után adót kell fizetni, amennyiben a saját részvényvásárlás hatására emelkedik a részvényárfolyam, akkor nem, pontosabban csak akkor, hogyha eladod a részvényt, valamint hát a cég menedzsmentje is ugye abba érdekelt, hogy minél magasabb legyen a részvényárfolyama, hiszen ehhez van kötve jellemzően a bónuszuk. Ugye, saját részvényt vásárolni, az meg sokkal egyszerűbb, mint jól menedzselni egy céget, hogy dagadjon a profit. Neked, mint részvényesnek, elvileg tök mindegy, hogy osztalékot kapsz, avagy ezt a pénzt a cég menedzsmentje saját részvényvásárlásra fordítja, hát pontosabban azért mégsem, mert általában nem a legjobbkor, nem a legjobb időben vásárolják a saját részvényt a vállalatok. Látható tehát, hogy egy vállalat az többféleképpen tud a kedvedbe járni, sőt, az osztalék, mint olyan, az nem is befolyásolja a hozamodat érdembe, mert hogy ugyanazt a hatást, az többféleképpen el lehet érni. Sőt, az elmúlt években, vagy akár évtizedekben a legnagyobb emelkedést, a legnagyobb hozamot számodra, mint részvényes számára általában olyan részvények értek el, amelyek nem is fizetnek osztalékot. Gondoljunk csak az Amazonra, Facebookra, Netflixre, Alibabára, és még hosszan sorolhatnám. Mégis, ugye ezek után joggal merül fel a kérdés, hogy miért ilyen menő az elmúlt években osztalékfizető részvényeket vásárolni. Ugye a 2009-es válságot követően a világ jegybankjai
kamatokat levágták a béka feneke alá, és ugye egy alacsony kamatkörnyezetbe a 2-3-4-5-6%-os osztalékhozamot fizető részvények, azok csodálatos befektetések, tehát nagyban felértékelődött ezek szerepe a befektetők szemében. Az osztalékra appellálva részvényt vásárolni, amúgy különben több mint 100 éves sport, csak ugye az előbbiek miatt az elmúlt években ez roppant trendi lett. Valamint hát a passzív jövedelem, mint olyan, az is nagyon menő, amikor a tőkét neked dolgozik, és te csak hátradőlsz a nyugágyadba, a nappaliba, és élvezed, hogy a hozam ömlik a számládra. Az osztalékot fizető részvények meg egy kicsit hasonló érzést tudnak adni. Mi több, az elmúlt 15-20 évben azok a részvények, amelyek képesek arra, hogy régóta osztalékot fizessenek, és azt folyamatosan emeljék is, azok túlteljesítették az S&P 500 tőzsdeindexet. Ezen az ábrán az osztalék arisztokrata indexet és az S&P 500 indexet láthatod. Az osztalék arisztokrata indexben olyan S&P 500 indextagok szerepelhetnek, akik már 25 éve fizetnek és emelnek osztalékot. Sok ismert cég tartozik ide, McDonald's, Johnson & Johnson, Colgate, Palmolive, Caterpillar, hogy csak néhányat mondjak. Végezetül a legnyomósabb érv, hogy miért trendi mostanában az osztalékrészvénybe fektetni, az pedig nem más, hogy 11 éve bikapiac van. Gyakorlatilag bármit vásároltál, egy év múlva, két év múlva följebb ment az árfolyam. Tehát ez a beleülők és tartom a részvény stratégia, ez az elmúlt 11 évben fantasztikusan működött. Az, hogy beleülsz egy részvénybe, nő az árfolyam, és még osztalékot is kapsz, hát ennél csodásabb pedig a földön nincsen. A gond csak az, hogy megfigyelésem szerint, hogyha valami a befektetések terén nagyon trendivé válik, és általánosan elfogadott lesz, hogy ez a jó megoldás, akkor az általában már a végét járja, és nem fog összejönni a terv. De szerencsére, hogyha ezt az osztalékos részvénybe fektetést okossal, jól és főleg kitartóan csinálod, akkor ez igazából mindenféle piaci viszonyok között hosszú távon jövedelmező lehet, de ez különben igaz mindenféle befektetési, kereskedési módszerre. Az eddigiek alapján ugye azt gondolhatod, hogy hát mégis megvan a pénzkeresés alkímiája, megveszed ezeket az osztalékot fizető részvényeket, hátradőlsz a karosszékbe és vársz. Az előző ábra ellenére számos kutatás azt mutatja, hogy önmagában az osztalék az különben kevésbé befolyásolja a hozamodat. Felmérések szerint például az, hogy mennyit fizetsz egységnyi profitért, vagy mennyit fizetsz egységnyi könyv szerinti értékért, az például Eugene Fama, Nobel-díjas közgazdász szerint hosszú távon sokkal többet nyom alatba. Amit Nobel-díjas közgazdászunk mond, az lényegében nem más, mint hogy jó minőségű részvényt vásároljál akkor, amikor az olcsó. Azonban a kihívás az az, hogy nem tudhatod, hogy most éppen a piac félreáradott egy részvényt egy kicsit, és ez tényleg egy bomba részvény jó áron, vagy pedig a piac nagyon okosan a jövőt árazza, és már azt árazzák be, hogy ez a részvény tovább fog majd csúszni a lejtőn, mert változások következtek be, csökkenni fog a profit árbevétel, stb. Nobel-díjas közgazdász ide, Nobel-díjas közgazdász oda, ezt mindig csak utólag tudod meg. Oké, az osztalék önmagában nem a mennyei manna, de mégis nagyon sok magánbefektető, aki osztalékot fizető részvényt vásároltak, és kitartottak a befektetésük mellett, azok az elmúlt években szenzációsan jól jártak. Kétségtelen tény, hogy azok a cégek, amelyek képesek arra, hogy 25 éve osztalékot fizetnek, sőt azt emelni is tudják, azok tudnak valamit, valami versenyelőnyük a versenytársaikkal szemben. Ez származhat például a brenderőből, erre jó példa például a Coca-Cola, származhat mérethatékonyságból, erre jó példa a legnagyobb sörgyártó, az Anheuser-Busch, származhat abból, hogy nehéz átváltani más szolgáltatóra, erre jó példa lehet az Apple. Valamint származhat különböző licenszekből, szabadalmakból, ilyen például a Johnson & Johnson, meg más gyógyszergyártók. Szóval szerintem egy vállalat nem azért jó, mert hogy tud osztalékot fizetni, ez az osztalék, ez egy okozat, a vállalat egyéb okok miatt képes arra, hogy kiváló teljesítményt nyújtson, és amúgy különben nem minden kiváló vállalat fizet osztalékot. Azonban azt se felejtsük el, hogy sehol sincsen kolbászból a kerítés. Minden vállalatnak van egy természetes életciklusa, már amennyiben nem vérzik el az elején. Van egy gyors növekedési szakasz, itt ugye sok a kockázat, ingoványos talajon jár a vállalat, ilyen például a Netflix, a Tesla, ilyen volt korábban a Google, az Apple, itt azért számos bizonytalansági faktor van. Majd, ha minden jól alakul, akkor a vállalat fölér a csúcsra, övé lesz a félvilág.
Ilyenkor azonban, mert nincsen olyan nagy növekedési lehetőség a cég előtt, elkezd óvatosan osztalékot fizetni, ebbe a cipőbe jár most az Apple. Majd, ugye itt a csúcson vannak a vállalatok, úgy statisztikailag egy 25 évet, többet nem, és eljutnak abba a szakaszba, amikor már még kisebb növekedési lehetőséget látnak maguk előtt, és gyakorlatilag a profitnak akár a nagy részét visszaadják a tulajdonosoknak, ilyen például a Coca-Cola. Majd idővel a vállalat rugalmatlanná válik, vagy pedig jönnek feltörekvő új cégek, valami teljesen új termékkel, és a mi jó kis osztalékfizető cégünket, azt leradírozzák a föld színéről. Ilyen volt például a Kodak, ugye a hagyományos fényképezőgép filmgyártó vállalat, amelyet a digitális fényképezőgépek lemostak, vagy például gondoljunk csak a Nokia-nak a mobiltelefongyártó részlegére, amelyet az Apple radírozott le a föld színéről. De térjünk vissza arra, hogy miért lehet jó stratégia az, hogy osztalékfizető részvénybe fekteted a pénzedet. Egyrésztről önmagában az, hogy hosszú távra gondolkozva tőzsdei befektetést hajtasz végre, azt szerintem egy jó gondolat. Az, hogy a részvényed osztalékot fizet, az megint csak jó, hiszen így a kamatos kamat erejére is tudsz támaszkodni, és az osztalékot azt újra befekteted. Különben a sikeres tőzsdei vagyonépítés videó kurzusomban erről részletesen tanulhatsz. Szerintem különben az igazi ok, ami miatt az osztalék részvényben való befektetés az hosszú távon működik, az pszichológia. Hogyha te osztalékot kapsz, akkor kicsit úgy érzed, hogy munkanélkül kerestél pénzt, ezáltal talán jobban elviseled az árfolyamnak a hullámzását, sőt, akár azt is, hogyha az árfolyam évekig a te vételi szinted alatt van. Az, hogy az osztalékra fókuszálsz, az lehetővé teszi azt, hogy ne a rövid távú hírekre figyeljél, Brexitre, Trumpra, az össze-vissza hullámzó árfolyamokra, és ne hagyd, hogy ezek eltérítsenek az eredeti tervettől, hanem a nagy képre figyelsz, amely ugye a kis szemedbe az osztalék által jelenik meg. Úgy is mondhatjuk, hogy ez az osztalékos díj, ez egy kicsit pajzsot tart eléd, megvéd a világtól, ami segít a befektetések világába. Nekem különben így 22 éves tőzsdei befektetési tapasztalata hátam mögött, meggyőződésem, hogy a tőzsdei sikert az, hogy a befektetésed által pénzt keressél, az sokféle módon el lehet érni. Többféle út vezet, és mind ugyanoda. Teljesen mindegy, hogy te osztalékot fizető részvényekbe fektetsz, trendkövető stratégiát folytatsz, gyors növekedésű részvényekbe fektetsz. Nem a stratégiában a lényeg, nem a módszeren, hanem azon, hogy az kitartóan képes legyél végigvinni. És olybá tűnik, hogy azoknak, akik az osztalékos részvényt válasszák, ez jobban, könnyebben megy, mint sok esetben a más módszert követő befektetőknek. Ami az osztalék részvényekbe való befektetést illeti, ugye ott az első nagy kihívás az, hogy konkrétan milyen részvényeket választál, melyek legyenek azok a termékek, amelyeket a portfóliódba teszed. Ugye ez maga a módszer, amelyről az előbb beszéltünk, ami különben kevésbé lényeges, de a következő videó az ezzel fog foglalkozni, konkrétan végigmegyünk az úton a különböző kiválasztási szempontokon, hogy relatíve könnyen te is képes legyél megtalálni ezeket a részvényeket. Valamint, amennyiben nem akarsz egyedi részvényekkel bíbelődni, akkor vannak olyan tőzsre bevezetett befektetési alapok, ETF-ek, amelyek olyan indexeket követnek, amelyek kizárólag osztalékfizető részvényekből állnak, és így gyakorlatilag egy gombnyomással 100 osztalékfizető részvényt tudsz vásárolni. A sikeres vagyonépítő, tőzsdei vagyonépítő kurzusba különben ezekről is tanulhatsz. A link a videó alatti leírásban. Szóval a következő videóban ezt az osztalékos témát folytatjuk, addig is írd meg véleményedet kommentként, lájkold, iratkozz fel a csatornára, valamint oszd meg a csodálatos videót. Találkozunk jövő héten, sziasztok!